Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és hát nagyon örülök a mai napnak, mert egyrészt csodálatosan süt be a nap itt az ablakon keresztül, hát ebből aztán később még lesznek problémák. Sajnos a stúdiónkat az űrhajókkal ellentétben nem tudjuk forgatni a tengely körül, hogy csak az idő felében süssön rá közvetlenül a nap, de azért a forgatásról a Föld valamelyest gondoskodik, csak sajnos ez egy kicsit lassú. Egy biztos, a mai reggelen nem kell egyedül szenvednem ebben a stúdióban a hőségtől, mert itt van velem két fantasztikus szakértő vendég, akik már jártak nálunk ugyanebben az összeállításban, konkrétan a 158. szokolébresztő, ami az űrorvostan témakörét járta körül, az történt valamikor májusban, és akkor elhatároztuk, hogy folytatni fogjuk ezt a beszélgetést, és ez van ma, úgyhogy szeretettel köszöntöm egyrészt a kék mikrofonnál a kék sarokban Boros Katalin doktornőt. Jó reggelt! Jó reggelt! Szeretettel köszöntök mindenkit! Nagyon jó, nagyon tankönyvbe illő profizmussal beszélsz bele a mikrofonban. Ugye nagyon jó, közel, tökéletes, és itt van a zöld sarokban, vagyis a zöld mikrofonnál Szentpéteri László, az űrvilág.hu alapító főszerkesztője sok egyéb titulusa mellett, amelyektől most eltekintünk. Jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek! És hát, ahogy ezt megbeszéltük májusban, bőven maradt még kibeszélni való az űrorvostan témában, és ezt fogjuk folytatni. Kb. Ott fogjuk folytatni, ahol abba hagytuk, azzal a komplikációval, hogy nem csak minket érdekel az űrorvostan, hanem sok hallgatónk írt. Mert sokan, például mondták, külön gratuláltak Katalinnak teljes joggal, hogy ez egy hiánypótló adás volt, és hát, mint hogy hiánypótló adás, ezért ez azt jelenti, hogy azért nem pótoltuk be azzal az egy adással a teljes hiányt, úgyhogy ezért is folytatjuk. Tehát úgy tűnik, hogy az embereket érdekli az űrorvostan, ugye? Rettentően örülök. Jó hallani azt, hogy nem csak engem érdekel, hanem mindenkit is, úgyhogy ez tényleg boldoggá tesztek ezzel. Igen, hát bizony. Szóval ez egyébként, ugye, ahogy ezt elmondtuk múltkor, ezt mondjuk el most is, hogy a te szaklektorálásoddal megjelen néhány hónappal ezelőtt az első tisztességes magyar nyelvű űrorvostan tankönyv, ami most is itt van nálad. Egyre lerongyolódottabb állapotban látszik, hogy naponta forgatod. Az űrorvostan alapjai a címe, ugye? Igen, pontosan. És az Rínyi Katonai Kiadó gondozásában jelent meg. Tökéletesen, de a Libriben is elérhető. Így van. Mégpedig fólia nélkül. Bár, na, mindegy, megnézzük, hogy... Igen, ilyen kérdések is van önök rendben. Tehát nézzük meg, ha már, ugye, ha most, igen, de azért tulajdonképpen van itt nem kiskorúakkal kapcsolatos téma, de ilyesmik jöttek be. Kérdésként például, ami hát rendszerint több kérdésünk is érkezett, például Annától, aki a reprodukció űrbeli nehézségeivel kapcsolatos kérdéseket tett föl, idézem szó szerint a gyönyörűen megfogalmazott kérdéseit. Azt mondja, igaz-e, hogy az emberi reprodukció nem működik az űrben, és ha igen, miért? Mert azt hittem, azzal van gond, hogy nem lehet valamiért a súlytalanságban kihordani a terhességet, de azt is hallotta, hogy igazából szexuális aktus sem lehet végrehajtani, mert az a merevedés problémát okozhat, akár. Ugye, emlegettük múltkor a Chibisz nevű vákumnadrágot, amit nem ebből a célból alkalmaztak, hanem azért, hogy az űrhajósok lábába visszaszívják a vért, mert ugye hát nyilván a súlytalanság, a gravitáció hiánya, ahogy mondtad is, az ilyen antigravitációs mechanizmusokat, antigravitációs izmokat, meg a vérkeringést ugye legyengíti, és hát nem feltétlenül oda áramlik a vér, ahova szokott. Hanem főleg a fejbe. Most kérdés az, hogy ez érinti-e. Ez talán az első kérdés, meg olvasom tovább, amit kérdezett, hogy az oké, hogy mivel súlytalanság van, és ehhez nincs az emberi szervezet szokva, ezért alapból több vért pumpál az agyba, viszont az
Hát ez nagyon jó. Viszont az, hogy nem áll fel, mert nincs erekció, az ebből nem következik egyenesen, és tökre nem is logikus. És én nem is tudom, hogy igaz-e. Szóval, hogy halljunk erről végre, erről a sokakat érdeklő alapvető kérdésről, ami azért fontos, hogyha azért a naprendszerben akarunk élni, ugye? Tehát hogy van ez? Igazából azt le kell szögeznem, hogy hivatalos kutatások nincsenek erről. Tehát, hogy alapvetően az egyik ürügynökség sem kutatott ezen a területen. De igazából én nettenben örültem ezeknek a kérdéseknek, mert olyan kis provokatívak, izgalmasak, annyira hétköznap, és annyira egyszerű kérdés, és mégis valamilyen szinten nehéz rájuk válaszolni. Azzal maximálisan egyetértek a hallgatói kérdéseknél, hogy a súlytalanság hatására igen a felső testfélben van egy ilyen folyadék átrendeződés, ezért az alsó testfélben csökken igazából a vérmennyiség, nem szűnik meg teljesen, csak csökkentett. Alapvetően, amely az erekcióhoz vagy a merevedéshez szükséges kettő dolog, megfelelő keringés és vérellátás, illetve megfelelő izomműködés. És tudjuk, hogy azért a súlytalanságban pont az, hogy pont a felső testében van a keringésnek a nagy része, ezáltal nehézkesebb a merevedésnek a kivitelezése, nem lehetetlen, csak tényleg nehézkesebb megfelelő helyre összpontosítani a vért. Ettől függetlenül meg a másik kérdés az ejakuláció, ami pont a reprodukciónak az egyik másik fő kérdése, ahhoz pedig az izomműködés szükséges, hogy megfelelő izomösszehúzódás kell a magához az ejakulációhoz, de mivel súlytalanságban vagyunk, azért az izmoknak egy része elkezd atrofizálni, tehát leépülni. Tehát itt is azért egy ilyen csökkentett izom munkát véleményeznek a tudósok. Tehát igazából egyik sem lehetetlen, tehát hogy valószínűleg azért megtermékenítés létrejöhet az űrben, csak nem úgy, mint a hétköznapokban, tehát, hogy belegondolva sokkal nehezebb az egészet kivitelezni, meg valamilyen szinten, ha belegondolunk, hogy azért emberi lényként nem csak a reprodukció számunkra a legfontosabb, úgyhogy a romantika se a leginkább kivitelezhető a nemzetközi űrállomáson, vagy csak úgy alapvetően az űrben. De legalább a kilátás szép, tehát azért arra nem lehet panasz, hogy a kupolában nem lehet egy jó lehet elhúzni randit két embernek egy diszkrét helyre. Igen. Amúgy egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés. Szóval ahhoz nagyon az kéne, hogy nagyon elkapja mind egyébként a kettőt a gép szíj. Igen, de most... És akkor az a kérdés, hogy elegendően el tudja kapni. De a pszichológiai vetület az tényleg nagyon fontos. Főleg, hogy majd át fogunk térni hosszú távú utazásokra. Azért nem rögtön, mert még folytatom azért a bejövő kérdéseket, de bizony ott aztán nagyon fontos. Tehát ugye régebben volt ilyen terv, és nem tudom, te mit gondolsz arról az összeállításról, hogy mondjuk eleve összeszokott mondjuk emberpárok menjenek föl az űrbe. Ez jó ötlet, vagy rossz ötlet? És most elsősorban nem a szexualitásra gondolok, vagy nem a testiségre gondolok, hanem... A házasságok 50%-a válással végződik. Mors utazás nélkül is. Igen. Igen, úgyhogy azt mondanám, most... izgalmasabb, hogyha idegenek is megkérdők. Nem, viccet félretéve, igazából az, hogy meghatározott csapatot küldjünk fel, vagy ki az űrbe alapvetően, nagyon fontos, hogy egy összeszakolt csapat legyen, meg legyen a bizalom, az összhang, tehát ez egy alapvető kitétel a csapat összeállításnál. Igen. Jó, hát ugye volt már példa arra, hogy házas pár fölment az űrbe. Igen. De ugye az csak egy-egy hetes kiruccanás volt, igen. És amúgy ők is abban az 50%-ba tartoznak, akik már nincsenek együtt. Most nem tudom, hogy a kettő között van-e okokozati összefüggés. A Mark Lee és a Jen Davis gyakorlatilag... A Fisherék ők külön repültek? Külön repültek, aha, szerintem, vagy lehet, hogy na, mi a volt a Fisher. Ann Fisher és a férje, illetve, a Mr. Fisher, igen. Izgalmas nászút lehetett, ha belegondolom. Valójában az, igen, tehát ott az volt a történet, hogy ők tényleg a repülés előtt házasodtak, igen, össze nem sokkal, és már úgy kb. Kész helyzet elé állították a názát, hiszen akkor már megvolt a legénység beosztás. És akkor tanakodtak, hogy most levegyék-e valamelyiküket az útról, vagy hogy ez így jó lesz-e. És akkor végül arra jutottak, hogy ezek elég profik ahhoz, hogy tudják kezelni a dolgot. Hát meg azért azt ne felejtsük el, hogy iszonyat elfoglaltak az űrhajós. Tehát eleve abból indulunk ki, hogy napi mondjuk 2 órát kell sportolni, tegye mindenki a szívére a kezét, ki az, aki egy héten 7-szer napi 2 órát sportol. A másik, hogy ugye irgalmatlan mennyiségű takarítás van, amit úgy mindig elfelejtünk, de mivel lebeg a por, lebegnek az apró alkatrészek, ételmaradékok, bármi, ezek ugye nem juthatnak be
a mondjuk ezekben a rekkekben, szekrényekben, a berendezések közé, tehát állandóan porszívóznak például, állandóan törlik a port, és a másik kezébe ott a porszívó, és akkor arról még nem beszélünk, amiért tulajdonképpen fönt vannak, hogy egy nagyon feszes kutatási program van, hiszen iszonyú drága az, hogy ők ott vannak. Igen. És egyébként én mindig megdöbbenek azon, amikor megnézem a felosztva azt, hogy az idő hány százalékában zajlik konkrétan kutatás. Ugye ez ilyen maintenance, vagy ilyen háztartási, karbantartási tevékenységek, és egyéb ilyen basic dolgok, hogy melegítsük meg az ételt, porszívózzunk össze, sportoljunk, stb. Nagyon-nagyon nagy részét elviszik az időknek. És ez meg esetleg hozzájön az, hogy vágjuk le a körmünket, vágjuk le a hajunkat, borotválkozzunk, tehát én nem tudom, heti-két-heti egyszer azért. Igen. Na igen, és figyelj, mit szólsz ahhoz a kérdéshez? Ugye ezt nyilván emberrel még nem próbálták, de például tudom, hogy rákcsálókkal igen, hogy úgy alapból a terhesség kihordása, meg ilyesmi, az megy az űrben. Igen, pont mondhatnám, hogy van egy ilyen kis reklám így a könyvemnek is, vagy az űrostan alapjai könyvben is pont erről van egy több fejezet is, hogy vemhes patkányokat is vizsgálták, mint hogy emlős állatok őkon, és szerencsére teljesen normális egyedeket hoztak létre. Tehát teljesen rendben volt maga a vemhesség is. Ott az egész vemhesség elejétől végig ott zajlott le? Igen. Tehát, hogy kivitelezhető volt, és szerencsére semmiféle nagyon durva elváltozást nem találtak, teljesen életképes utódok jöttek létre. Jó, hát akkor ilyen értelemben van még remény a naprendszer teleszülésére. Tehát, hogyha az előbb említett problémákon keresztül jutunk, szerencsére van. Akkor a terhességet ki lehet hordani. Ilyen szempontból mindenképp. A más kérdés, hogy a mélyűri problémáknál, itt szerencsére azért a sugárzás kevésbé volt, de majd úgy is beszélünk erről, hogy a mélyűri küldetések során azért elő fog jönni másmilyen vetületben problémák. Milyen kérdésünk na van most még? Igen, van még egy ugyancsak ezzel kapcsolatos kérdés, hogy a múltkori adásban egy szintén olvasói kérdés Annától, azt mondja, a olvasói hülyeséget beszélek, hallgatói kérdés, írott formában de még nem jelenik meg. Most olvasod. Igen. szóval az, hogy a múltkor emlegetted, hogy az űrhajós nőknek a menstruációját hormonkészítményekkel legátolják, és hát ugye már egy évekre is fölmentek már nők az űrbe. Azért ez egyrészt egy súlyos dolog. Másrészt, ugye, amikor majd több éves súlytalansági repülésekről van szó, akkor ez nyilván nem egy fenntartható dolog. Most másfelől meg az a kérdés, hogy itt miről van szó? Igazából itt nyilván ez egy megkerülése a problémának. Valószínűleg nem egészséges, hogyha valaki ilyen kémiai készítményekkel elérik, hogy valaki évekig nem menstruáljon. Másfelől meg valószínűleg a gravitáció szükséges ahhoz, hogy szépen tudjanak ürülni a dolgok, és ne gyulladjanak be. Azért ez egy probléma. Ezzel mi az álláspont? Tehát, hogy... Igazából az, hogy valakinek több éven keresztül nincsen menstruáció, egy teljesen hétköznapi dolog. Tehát azt akarom mondani, hogy a mai világban azért a fogamzásgátlának rettentően sokféle metodikája van, és például nagyon sok nő használja ugyanezt a metódust, mint amit az űrhajósnak, hogy éveken keresztül, több, akár évtizedeken keresztül nincsen menstruáció, mert ő is pont azt a típusú fogamzásgátlát választja. És kutatások kimutatták, hogyha elhagyja ezt a típusú gátlást, akkor 10 hónap után újra lesz menstruáció, és a hormonrendszer azért visszaáll a megfelelő kerékvágásba. Na, hát ez nagyon jó. Az is, hogy ennek semmi köze az űrhöz, és annyira egy kő alatt élek, hogy én erről így ebben a formában most hallottam először, hogy 10 év után gond nélkül visszaleten. Ez esetben akár az Uránuszig is elmehetünk. Igen. Azt mondanám, hogy igazából ez egy átlag, az a 10 hónap, tehát ha én abban belegondolok, akkor lehet, hogy valakinek még több év, valakinek mondjuk nem tudom, 3 hónap után, tehát a 10 hónap az egy átlag, a kutatásnak az átlaga, 10 hónap után visszatér a menstruáció. Hát az átlag, igen, tehát, hogy szeretem és az átlagot. Annyi... Akkor ezek szerint ezzel azt akarod sugallni, hogy a jelenlegi tervek szerint tehát nincs olyan terv, hogy ezt a jelenlegi gyakorlatot megváltoztassák ezzel. Pontosan. Alapvetően így el lehet kerülni a esetleges, nem is tudom, űrben lévő kis bulinak a következményeit, illetve alapvetően sokkal kényelmesebb űrhajós nőként is azért, hogy nem kell ezzel a higiéniai problémával
megküzdeni ott a súlytalanságban. Arra visszatérve a kérdésed, hogy gravitáció most szükséges a menstruációhoz, tehát a vérnek a kiürüléséhez, azért nagy mértékben természetesen befolyásolja, de azért ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egy cső is akkor csak kifolyik, aminek ki kell, hanem azért itt sejtszinten vannak azért ilyen mikromozgások, tehát hogy ez magától is szépen ürül, lehet, hogy lassabban. Igen. Na most egyébként hát valamennyire érintőlegesen ide tartozik, és ez már nem olvasói kérdés, hanem, hanem azért végül is vérrögökkel kapcsolatos kérdés, tehát valamennyire távolról kapcsolatos, hogy eszembe jutott az a történet, vagyis hát a Laci adás előtt eszembe jutott azt a történetet, ami annak idején eléggé foglalkoztatott minket, bár azért is, mert voltak ilyen nem várt politikai kavarások is az ügyben. 2018-ban, amikor fent volt az expedíció, 56-os, 57-es küldetés az ISS-en, az ugye elsősorban azzal került be a hírekbe ez a küldetés, hogy akkor volt az, hogy kilyukadt a Soyuz. Vagyis, és akkor elkezdett szökni a levegő az űrállomásból, természetesen ott volt a német kolléga, aki első szikszalaggal megoldotta, mint mindent, tehát, de rögtön így van, hogyha nem tudod megoldani szikszalaggal, nem használtál eleget, ugye mondja az ősi német bölcsesség, vagyis mérnöki bölcsesség. Na most ugyanakkor azonban az a helyzet, hogy ugye megindult azonnal a felelősök keresése. És akkor még az is felmerült az elég vad elképzelésekkel operáló, már akkor elég vad elképzeléssel, ugye boldog békeidők, ugye 2018, tehát már akkor elég vad összeesküvés elméletekkel operáló Dmitrij Rogozin, aki akkor az RKA-nak, és az orosz ügynökségnek volt a vezetője, megpendítette, hogy nem akarok ugyan állítani ilyesmit, de hogy az is felmerül benne, hogy az amerikaiak akarták megszabotálni a dolgot, hogy minél hamarabb meg kelljen szakítani a küldetést, mert hogy súlyos betegségben szenvedett az egyik űrhajós, és erről akkor nem hoztak le részleteket. Aztán később megjelent egy tanulmány a Serena Aunyon Chancellor nevű NASA űrhajós, aki egyébként orvos is tollából, egy cikk, aminek a társszerzője volt, két évvel később, 2020-ban jelent meg, és hát ott sem nevesítik, de leírják azt az esetet, hogy, és érdekes, hogy ő pont akkor, amikor volt ez a lyukas sztori, akkor volt ott ő, és leírja név nélkül a cikk, aminek ő az egyik szerzője, hogy egy ember az ISS-en. Abban a rengeteg amerikaiból. Igen, de pont ő, aki pont akkor volt ott, a vérrögöket találtak, és akkor nagyon komoly kérdés merült föl, hogy súlytalanságban mit lehet ezzel kezdeni. És szerintem te ezt megírtad az űrvilágba. Igen, pontosan. Igen. Egyik kedvenc cikkem volt, bevallom. Légy szíves, részletesen. Hát igazából nagyon érdekes volt, hogy csak véletlenül derült ki erre a vénában, a véna falában találtak egy vérrögöt, de ez teljesen mellékletet volt, mert alapvetően egy ultrahang, nyaki ereknek az ultrahangos vizsgálatát rutinszerűen végezték, és akkor így... Na várjunk, lassítsál, tehát akkor ez azt jelenti így a hallgatóknak, hogy van olyan, nem tudom én, ultrahangos cucc odafönt az űrállomáson, amiből ők időnként végignézik magukat? Pontosan, vannak konkrét kutatások is. Ez is egy kutatásnak a része volt, hogy akkor megnézzük, hogy hogyan változnak esetleg a bármiféle érszűkületet a súlytalanság fokozza, és így mellékleletként kiderült, hogy a egyik űrhajósnak, akit nem neveztek meg, találtak a vénájában fali trombust. És persze egyben jött a pánik, hogy úristen, ilyenkor mi történik, hogyan kezeljük, mert alapvetően a Földön erre nagyon egyszerű megoldás van, megfelelő eljárásrend, tehát igazából a Földön ettől nem ijednénk meg, de felmerült a kérdés, hogy igen, nem, de mondjuk a gyógyszer hogyan hat a súlytalanságban. Uh-huh. Nem lesz esetleg... A gyógyszer az vérhigító. Igen, pontosan, vérhigító terápia, és... Felmerült a kérdés, hogy nem lesz esetleg túlhigítják-e, akkor vérzékeny lesz-e. Hogyha nem kezelik, akkor viszont tüdőemboliát kaphat, vagy úgyhogy ilyenkor felmerült az, hogy a kó is kontra, bocsánat, és ezért felhívtak egy nagyon neves hematológus szakorvost, akivel telefonon keresztül is konzultáltak, és ő igazából ő is támogatta, hogy mindenki bele kell nyúlni ebbe, úgyhogy megkapta a megfelelő kezelést, alapvetően az űrhajós teljesen jól reagált rá, viszont elfogyott a gyógyszer.
Tehát ugye ez alapvetően egy injekciós terápiát jelent, de ez limitált elérhetőségben volt az űrállomáson, úgyhogy szerencsére utána azért küldtek... Volt teherűrhajók. Igen, teherűrhajón keresztül küldtek utánpótlást, de ez is egy példa, egy nagyon jó példa volt arra, hogy nincs megfelelő mennyiségű orvosi ellátás, tehát ez is rávilágított arra, hogy szükséges, hogy milyen típusú és milyen mennyiségű orvosi, illetve gyógyszeres ellátás kell a magába a nemzetközi űrállomásra, és majd később a küldetések során. Viszont az, hogy miért alakult ki ez a trombus, felmerült az is, hogy az a folyadék áthelyeződés a felső testfélbe egyfajta pangás alakulhatott ki a vénákban, és ezáltal pangás következtében pedig akkor egy trombus alakult ki magában az érnek a falán. De felmérték azt is, hogy alapvetően bármiféle rizikófaktorral rendelkezette az űrhajós a kialakulásához, és igazából teljesen negatív volt. Tehát, hogy alapvetően semmilyen rizikófaktorral nem rendelkezett, illetve volt utána persze a földön is utánkövetés, tehát, hogy azt el tudom mondani, hogy teljesen felépült az űrhajós, semmi problémája nem lett, tehát, hogy boldogan él is azóta is. Igen. Hát arról tudunk egyébként úgy valamit, hogy mondjuk ami olyan eszközökön, meg mondjuk gyógyszereken kívül, amit adott kutatási feladathoz szükséges. Tehát mondjuk úgy, hogy a fedélzeti állandó ellátmány részeként körülbelül mi lehet fönn? Most én nem kívánnám, hogy végigsorold egy patikának a gyógyszertárát, de talán olyan tétel, ami mondjuk meglepő. Én ugye repülőgépeken láttam ilyen azokat a bőröndöket, ami például egy hosszú távú járaton van, az egy akkora bőrönd, hogy be kéne csekkelni. Én egyszer láttam ilyet, mert kellett kérnem a szemembe ilyen sóoldatot, mert így berobbant. És akkor ott a csajok ott a padlón ott nyitogatták, és kutattak benne, és akkor kaptam. Tehát, hogy akkor ehhez képest tudjuk, hogy mi van fönt? Biztos van egy hosszú gyógyszerlista, én sajnos ezt nem ismerem, de csak így a saját fejemből gondolkozok, az jutna eszembe, hogy biztos antibiotikumnak biztosan kell lennie, fájdalomcsillapítónak, görcsoldónak, tehát ilyenkor így akár ilyen vesekő kialakulás alapvetően is magas a súlytalanságban, ezáltal biztos van akkor ez az akut történésekre megoldásként. Aha. Akkor fájdalomcsillapító, görcsoldó, ezen kívül talán érzéstelenítés is, tehát hogy esetleg valakinek mondjuk bedurran a foga, akkor igen, akkor mindenki ki kell húzni, és azért nem szép fájdalomcsillapítás nélkül valakinek a fogát kihúzni. Akkor viszont bedurran egy fog, azt gondolom nem feltétlenül van bárki fönt, aki ki tudja húzni, tehát akkor az rögtön azt jelenti, hogy fájdalomcsillapítunk, és minden öbb lehozzuk. Egy megjegyzés, hogy nem tudom, mi van most, de azt tudom, hogy a Skylab-ben már 70-es években, akik először mentek föl több hónapra, az a kiképzés része volt, hogy megtanítottak mindenkit fogat húzni. Nagyon jól tudod. Tehát az alapkiképzésnek a része a sebvarrás is, foghúzás is. Akkor igen, és még mesélj, mert ez mondjuk szerintem érdekes, hogy nem, szerencsét tényleg ez a... Azt sejtettem, hogy a vérvételt megtanítják, igen, mert ugye az igen, összes nyomorult orvosi kísérlet, ezek a szegények egymástól veszik a vért, de ezt nem tudtam, hogy foghúzás. Foghúzás is, fogtam és foghúzás, ezeket mind megtanulják. És akkor ez megtanulják ezt a klasszik golyóstól be a... Igen, adrenalint. Mellnél, meg hasonlók... Azt nem tudom, hogy esetleg így, azt szerintem lehet, hogy egy YouTube tutorial videót nézek majd hozzá. Azért kekeckedem, mert ugye majd előbb-utóbb átkötünk a hosszú távú repülésekhez, és most megnéztem, hogy az utolsó két NASA űrhajós osztályban, akiket fölvettek, ott az orvosbiológus, meg van egy srác, aki az egyetemei között, vagy előtt a Navy SEALS-nél volt kommandós, és ő ott harctéri első segélynyújtást tanult. Tehát aki mondjuk már olyan, hogy látott szikét, meg tűt, és használta is, ez a két utolsó osztályban az összlétszám egy harmada. És nyilvánvaló, hogy ez nem lehet véletlen, hiszen ugye ők azok, akikre azt mondták, hogy őket dedikáltam már a Hold és Mars utazásokra válogatták. Ahol ez nyilván sokkal kiélezettebb történet lesz, mint egy földkörüli pályán. Teljesen egyetértek, tehát alapvetően orvos szerintem szükséges a csapatban, de ahogy láttuk, akkor azért a korábbi küldetések során, hogyha nem is volt esetleg egészségügyi végzettségű ember, valakit mindig kijelöltek egészségügyi tisztnek, akit megkapta az alapkiképzést. Tehát szerencsére nem volt kötelező elvárás, hogy legyen orvos a csapatban, de ilyen szempontból hosszú távú űrrepülésnél szerintem ez a kötelező minimum, hogy legalább egy orvos legyen, mert ha orvos megbetegszik, jó, hogyha van esetleg egy másik. Tehát hogy szerintem legalább egy orvos és egy egészségügyi
expertíz szükséges egy hosszú távú küldetés során. Egy horror sztorit azért megosztanék. Ugye ez a Vlagyimir Vasjutyin nevű fickónak a története 1985-ből, aki felment, ő volt a parancsnoka egy szovjet személyzetnek, ami felment a Szaljut 7 űrállomásra. Egy fél éves küldetésre mentek volna, de hogy ugye prostata gyulladása lett a fickónak, de nem volt étvágya, nem tudott dolgozni, aztán utána állandó fájdalmai lettek, sürgős orvosi segítségre volt szükség, és meg kellett szakítani a küldetést. Az a vicc amúgy, hogy a fickónak már repülés előtt is voltak fájdalmai, csak titokba tartotta, és járt mindenféle természetgyógyászhoz, meg minden. Itt ezt a Szovjetunióban kell elképzelni, de ott volt valami ilyen öreg sámán Moszkvában. Tehát hogy azért durva a sztori, és akkor be kellett szakítani, hogy két hónap után lejöttek, és azonnal vitték egy moszkvai kórházba. De hát most szerencsétől függetlenül a Szovjetunió hősét azt megkapta. Bizonyára. Viszont tűrte a fájdalmat. Azért vegyük észre, hogy ez azért volt lehetséges ez a hirtelen megszakítás, mert ezek az emberek a föld körüli pályán keringtek. Igen. És hogyha elindulunk a Mars felé, kérdés, akkor ilyesmi nem lesz. Igen. Sőt, ugye az Artemis programba, tehát a Hold programba is az a terv, hogy elvileg, amikor már fut a szekér, és fönt van a Gateway nevű űrállomás, ami kering a Hold körül, ugye ott ketten fönt vannak, ketten mennek le a Holdra, de mivel a Gatewaynek olyan a pályája, amilyen, ezért ilyen, emlékeim szerint olvastam 8-tól 10 napig bármit, tehát hogy 8-10 naponta pályától függően fog elmenni a pólus fölött, akkor lehet ugye föld visszadokkolni. Tehát ez azt jelenti, hogy az a két ember, aki ott lent lesz, az 8-10 napig ott van a felszínen, és ott nem lesz ilyen opció, hogy ők előbb visszajöjjenek. Ők 8-10 naponta tudnak földokkolni, és aztán utána esetleg majd az Orion űrhajó, ami fönt van a Gatewaynél, az majd elindul a beteggel a föld felé. Tehát ez megint mutatja, hogy biztos, hogy nem véletlen ez az egyharmados aránya az ilyen mindenféle szik- és injekciótűs embereknek az utolsó két NASA osztályba. Főleg, hogy majd a Holdon például azzal kell majd számolni, hogy azért ti is láttátok a rengeteg ilyen kis kedves videót, hogy esnek keltek az űrhajósok azért. Tehát ott is azzal kell majd számolni, hogy azért ti is láttátok a rengeteg ilyen kis kedves videót, hogy esnek keltek az űrhajósok azért. Tehát ott is alapvetően így a ilyen kisebb zúzódások, akár törésekre majd számítani kell. És valószínűleg, most olvastam egy tanulmányt éppen múlt héten, hogy valószínűleg még nagyobbakat fognak esni, ugyanis az illető egyébként Abban eleve rohadt sötét lesz. Igen, tehát az egész tanulmány arról szólt, hogy a fickó fölvetette, hogy miért kell az Artemis 3-ba rögtön a pólusra leszállni, mert túl nagy az ugrás. Ugye új lesz a holdkomp, újak lesznek a szkafanderek, és új lesz a környezet, meg új lesz a pálya. Ilyet nem próbáltunk előtte, ugye az egyenlítő környékén voltak az Apollo leszállások. És ő ott fölveti többek között ezt, hogy iszonyatosan rossz lesz a megvilágítás, miközben egyébként a déli pólus sokkal kráterezettebb terület, mint a legtöbb része a Holdnak, tehát a landolás is veszélyes lesz, meg a közlekedés is akármivel is veszélyesebb lesz. Reményeink szerint még akár csúszós is lehet. Igen. Igen, és amit egyébként ő felvetett, az nagyon érdekes volt, hogy szerint az Artemis 3 az menjen az egyenítőhöz, és ha már az egyenítőhöz megy, az, hogy letesztelje a szkafandert, a leszálló egységet, stb., akkor menjen az Apollo 11 leszállóhely környékére, mert akkor az egyrészt egy ilyen Apollo átadja magát ugye Artemisnek, tehát van egy ilyen az emberiség közösségi tudatára gyakorolt hatása, másrészt, hogy akkor el lehetne onnan hozni egy csomó cuccot, esetleg megnézni, hogy fél évszázad alatt ezek ott a holdi környezetben hogyan pusztultak, nem beszélve arról, hogy micsoda múzeumi relikviák lennének ebből, és csak az Artemis 4-et küldeni a pólusra. De ez csak egy ilyen zárójel, ez tök jó, azért, ami, akkor már jöjjön elő belőlem a látens geológus. Hajrá! Tehát akkor már valamelyik érdekesebb Apollo leszálló helyre kéne küldeni. Igen, értem, Apollo tehát geológiailag valóban érdektelen szép terület lapos, volt. Így van. Persze, valami érdekes volt, mert az volt az első odraszállás nyilván, igen. De azért... Ha választani kéne, hogy melyik leszállóhelyet látogassa meg újra, akkor vagy azt, vagy a Hédlit. Na, jó van, mindegy. De igen, egyébként nem hülyeség ez a felvetés. Egyébként tényleg meglepődtem én is, mert nagyon logikus, amit mond, tényleg óriási ugrás, hisz az Artemis 2 semmit nem fog csinálni, hogy megkerüli a Holdat. Tehát ott igazából az ugye az űrhajónak lesz a próbája, és a Holdcomp
elvileg a Starship átalakított, tehát a SpaceX féle holdkomp, az előtte elvileg csinál egy automatikus leszállást. De én is elég nagynak érzem ezt az ugrást. Na, meglátjuk. Egyébként most akkor picit most már még mielőtt visszatérünk, csak egy szó erejéig, mert tehát az ázsiai űrprogramoknak is nagy szakértője vagy, és ugye vegyük észre, hogy még nem hogy ember, hanem még űrszonda sem szállt le mindeddig a hold déli pólusán, de ez most heteken belül megváltozhat. Mert ha az indiai űrszonda leszáll, akkor az lesz az első, amelyiknek ez sikerült az emberiség történetében. Igen. Na jó, oké, de most vissza az űrorvostanra, átadom a terepet. Jó. De te tudom, hogy neked vannak nagyon jól be... A kérdéseken, a beküldött kérdéseken minden beküldött túl vagyunk. Kérdések túl vagyunk. Jó, sőt, már a én is arra gondoltam, hogy múltkor nagyon a föld körül kerintünk, hogy azt beszéltük, hogy most már akkor igen, eltávolodunk a földtől, és irány a Mars. Igen, így van. Én találtam egy ábrát, nektek itt mutatnak, és Katinak mutattam előtte. Azt mondja, cardiovascular disease is a human system risk, tehát, hogy a kardiovaszkuláris betegségek kockázata az emberi szervezetben, és ez azt mutatja, hogy bocsánat, itt adogok, de hogy angolul van, tehát nem biztos, hogy pont, igen, tehát nem biztos, hogy jól fog eszteni, tehát, hogy az életkor, a nem, a genetika, az életstílus, ezt ugye értjük, életmód, dupla igen. tepertő a túros csúszán és no futás és a sugárzás. Most, hogy azt mondja, hogy ezekről már valamit tudunk, hiszen van a Földön tapasztalatunk, meg van a földkörüli pályán. Nyilván arról nincs tapasztalatunk, hogy a földkörüli pályát elhagyva, kilépve a Van Allen övezetből ott, illetve lehet némi az Apollo program miatt, ott milyen sugárzás ér minket. De ami engem megdöbbentett, mert az emberben így nem áll össze a kép, ugye, ha nincs lerajzolva, hogy azt mondja, hogy a megváltozott gravitáció nem is a csökkentettet használja, mert ugye attól függ, hogy hova megyünk. Az ellenséges és zárt környezet, mint kockázat, és valóban, tehát nem gondolunk bele, de hát ez ugye egy stressz, és azt nem szereti a szív. Az izoláció és a szűk tér, és a távolság a Földtől. Na most, ugye igazából szerintem én azt gondolom, hogy a csökkent gravitációt azt viszonylag jó kibeszéltük a múltkor, ma is volt róla szó, de a másik három, tehát az ellenséges környezet, zárt tér, az izoláció mondjuk a családtól, illetve a távolság a Földtől, amit én mondjuk így esetleg reménytelenségnek fordítanék részben, ez 3-4 olyan pszichológiai tényező, amit, és most nézek a Katira, hogyha én azt mondom, hogy ezt rettenetesen nem tudjuk szimulálni sehol, ez akkor fog kiderülni, mert akármilyen Mars 500-as bázist építettek Moszkvába, ahol bezártak embereket, vagy vannak ugye ilyen kísérletek az ISS-en is. Houstonban is éppen megyek igen. Ilyen, azt esetleg említsük. Ilyen Mars izolációs teszt. Meg esetleg a déli sarkon is lehet ilyet, hogy mondjuk vannak olyan személyzetek, akik ott áttelelnek, ami ugye egy brutál élmény lehet, és nem nagyon van ott sem menekülés, de azért valahol ezekben a környezetekben mégis ott van, hogy például, ha kapsz egy, bocsánat, jön egy infarktus valakinél, hogy visszatérjünk az előző témára, vagy egy agyvérzés, akkor azért ott nyilván, hát az agyvérzés nem biztos túléli, de az egy viszonylag reális történet, hogy pár órán belül egy űrhajó elindul vele vissza a Földre. Szóval egyrészt igaz az állítás, hogy te is úgy gondolod, hogy ez az, amit nem fogunk tudni szimulálni nagyon, és hogy hol tart az ezzel kapcsolatos kutatás feltételezés, ugye nekem a utolsó mondaton következik elnézést, ha hosszú vagyok, hogy ugye a legextrémebb kommentet egyszer olvastam így a Mars utazással kapcsolatban, nincs mit vizsgálni, úgyis megölik egymást út közbe. Pont. Egyetértek azzal, hogy igazából, ha ti is belegondoltok, és mondjuk én ott lennék egy ilyen Mars 500-as küldetés során, azon kívül, hogy akkor ezt először élvezem, aztán biztos lenne egy lelki mélypont, meg nem is tudom, azért ott a kis, nem tudom, szürke állományom leghátsó sarkában, akkor is ott lenne az, hogy én itt a Földön vagyok. Tehát ha tudom, hogy bármi gond lenne, valahogy ki tudnának menekíteni. Igen. Tehát, hogyha... Tudom, próbáljuk azt reprezentálni, mint hogyha
nem, mi más környezetben vagyunk, mint a Marson lennénk, mint hogyha Holdon lennénk, nem tudunk kijutni, de azért, hogyha tényleg nagyon-nagyon-nagyon nagy gáz van, ezek ki tudnak onnan menteni minket. Úgyhogy maximálisan egyetértek, hogy igazából ezekre akkor fogunk leginkább kérdést, ezekre a kérdésekre akkor fogunk leginkább választ kapni, hogyha sajnos ott leszünk élőben. Tehát ott lesznek az űrhajósok, és akkor fog kiderülni, hogy mégis hogyan reagálnak rá. Ezért nagyon fontos, hogy megfelelő legyen a kiválogatás, amennyire bele tudunk ebbe az egészbe így nyúlni, és ellátást tudunk kapni, illetve a másik oldal, hogy megfelelő támogatást adni. Tehát, hogy ott lesznek mondjuk a marsi utazás során, és valakinek ebből mondjuk honvágy jön, vagy ilyen lelki mélypont, akkor megfelelő szupportálás kell, akár a legénységtől, akár mondjuk ilyen mesterséges intelligencia révén mondjuk ilyen pszichológus, vagy bármilyen gyógyszeres kezelés, tehát legyen mihez nyúlni. Vagy akár tényleg így mondjuk így esőt hallgasson, vagy villámlást, tehát sokszor láttuk a filmekben is, hogy ezt a földhöz hasonló. A gördülő kavicsok a tengerparton. Az otthon érzése. És akkor említsük meg, ugye, hogy az, hogy akkor leül a, nem tudom, egy családdal beszélgetni, az ugye nem annyira reális, mint ahogy ezt gondoljuk, hiszen a rádiójel utazik. Igen, sajnos. Tehát ugye egy üzenetváltás. Igen, de itt mondja Kata a mesterséges intelligenciát, hogy amúgy most már majdnem le tud szimulálni neked egy családot, családi beszélgetést real-time-ben, hát, csak akkor még mindig tudod, hogy ez kamu. Kivéve, ha nem mondják el nekik. Tehát igen, de ha élőben beszélget, miközben tudja, hogy 20 perc a rádiókésés, akkor nem tudom, mennyire hallatszik be egyébként az a dózer hátulról, de próbáljuk túlülteni. De azért én erre annyit mondanék, hogy most éppen fönn a nemzetközi űrállomáson a második emirátusi űrhajós, ő az első, aki arabként űrsétát hajtott végre, és ő fél éves repülésre ment, ő az első, aki fél évet repül az arabok közül, és amikor megkérdezték, hogy mi lesz a legnehezebb, mitől fél a legjobban, akkor azt mondta, hogy neki öt, így mutatom, öt. Öt gyereke van, és hogy neki már az is rettenetesen nehéz volt, hogy az elmúlt években a kiképzése során ugye rengeteget utazott egyik űrközpontból a másikba, stb. Ha együtt voltak, akkor is későn ért, az a korán ment el, és hogy ő most 181 nehány napig nem fogja látni a gyerekeit. Na most azért ezt gondoljuk végig, hogy 400 kilométer magasan van, tehát ezt a rádiókésés, ez gyakorlatilag, persze te fizikusként megmondanád, hogy mennyi, de gyakorlatilag elhanyagolható. Tehát leül egy számítógép elé, és videókonferenciázik a gyerekeivel. De mondjuk a Marshoz elérnek onnan fél óra? Hát oda-vissza, igen. Vagy oda. Lehet több is, tehát ezt tehát hogy majdnem egy óra. Hogy irreális az, hogy valódi beszélgetés le lehessen folytatni. Én ilyen szempontból, bocsánat, a közvágok, például, hogy pont jó kritérium, akár, hogy például mondjuk családos emberek ne utazzanak. Tehát, hogy pont azért... Viszont ez... De nagyon sok olyan de munka van, a családos van, ember, az viszont az akkor egy ilyen koncepcióváltás lenne, mert az űrhajózás eleje óta keresik alapvetően a családosokat, azok pozitívan diszkrimináltak, mégpedig azért, mert ugye azt mondják, hogy kevesebb kockázatot vállal, mert több a vesztenivalója egyrészt, másrészt a több vesztenivaló miatt erősebben fog küzdeni egy vészhelyzet megoldásán. Tehát ez egy kvázi ilyen jelen helyzetben még egy ilyen kőbevésett izé, hogy aki csak lehet, az annak legyen családja. Bocsánat, meg egy ilyen megjegyzés, hogy azért az emberiség történetében mondjuk katonák életében azért már elég sok olyan sztori volt, hogy valaki évekig nem tudott skype-olni a családjával, tehát hogy, jó, hogy levelezés, van. Lehet videókat küldeni, tehát hogy azért ez nem egy ilyen ennyire új elem. Akkor lehet, hogy igazából azt tudjuk levonni, hogy akkor ez az arab űrhajós, akkor ő nem alkalmas a marsi utazásra. Talán itt tudnánk ezt jól megfogalmazni, hogy nála ilyen esetben ez... Lehet, a fél év az a max. De igen. Majd ráérez az ízére az űrnek, és akkor figyelj, hogy visszajön, az első dolog az lesz, hogy azt mondja, hogy újra akar menni. Biztos. 10 űrhajósból 9, aki nem a Vladimir Vasztyutyin, hogy jaj, fáj a prostatám, hanem, hogy azért az űrhajósok nagy része azt mondja, hogy kikapják a kabinból, és megkérdezik, hogy menne vissza, akkor 10-ből 9 rávágja, hogy én igen. Én nem vagyok jó nevekben, sajnos rossz a névmemóriám, de volt az a szovjet űrhajós, aki a második vagy a harmadik útján úgy odaverte magát, hogy gyakorlatilag a fogsora
a Boris Volinov, és utána visszament az űrbe. De ő akkor azt mondta, hogy ő többé nem hajlandó repülni, mert az előző repülése is olyan volt, hogy majdnem ott hagyta a fogát valamiért. Nekem most ilyen emlékem én nekem van. A Volinov van meg, aki konkrétan aha. kitörte a fogát a Szajuz 5-ön, az az első repülése volt. Nem, akkor másról beszélünk. És aztán a Szajuz 5-re fölment, és ott is ez egy nagyon zűrös repülés volt. Szerintem hívjuk föl Suminszki Nándit, és rögtön meg föloldja ezt a problémát. Na de igen, de most ne, igen, hát az fogkitörési. Amúgy ez is egy érdekes dolog, megint nem tartozik ide, de érdekes, hogy egy olyan űrhajós, aki konkrétan kiverte a két metsző fogát, mert annyira súlyosan csapódott be a visszatéréskor, utána ő még visszament az űrbe. És mindezt a 70-es években. Hát, ha nem mosolyog. Tehát, hogy fogpót, tehát, hogy igen, de akkoriban még tömött foggal nem engedték fel igen. az ember, de ezek szerint fogpótlással igen. Hát, igen. Becsavaroztánk, úgyhogy a fogimplantáció lehet, hogy már akkor volt Oroszországban, és azok könnyen megoldották. Hát lehet, hogy a Szovjetunió hősének volt. Jó. Ja. Mondjad. Egyetlen egy dolog, csak hogy ilyen sikeres a könyved, írja az egyik hallgatónk Attila, az adás közben meg is vettem a könyvet, feleségem orvos, vele olvassuk együtt. Szóval, ez olyan szép! Nem hiába vagy itt. Ez ahhoz képest, hogy nekem minden karácsonykor meg kell néznem a Szív hídjait, ugye, a feleségemmel. Az egy jó film. Bridges of Madison County, igen, az zseniális. Egyébként tényleg egy jó film. Ja. Csak hát mondjuk, ugye 89 óta vagyunk férfeleség, tehát ez azért már néhány szó láttam. Jó, nem tudom, egy ilyen kérdés ugrik be nekem, ami lehet, hogy ilyen oldalág, az pedig a víz. Szóval ugye most két aspektusban, egyrészt nyilván az ivóvíz, meg az ételkészítés, ez ugye a szárított ételek vannak, ugye a súlycsökkentés miatt, és azt ugye valahogy fölvizezik. A másik a tisztálkodás. Na most ezzel kapcsolatban az egyik dolog, és visszatérhetünk az elejéhez is a szexhez, mint ugye központi kérdés, hogy ugye a Skylab űrállomáson, meg a Szaljut 6-on, amin például Farkas Bertalan volt, Szaljut 7-en is volt zuhanyozó, amit egy héten egyszer lehetett használni. Most akkor nem rabolnánk azzal az időt, hogy kell zuhanyozni a súlytalanságba, ezt majd mindenki kigooglizza magának, hogy végig gondolja. Vagy ezt majd következő adásban megbeszéljük? Azt is lehet, vagy végig gondolja, hogy vajon mik a problémák, és azt hogy lehet megoldani. Önmagában egy izgalmas kérdés, hogy tervezzen valaki egy zuhanyozót a súlytalanságba, de ugye volt. Na most ez utána a Mir-től, jól mondom, kezdve eltűnt, tehát a Miren, a nemzetközi űrállomáson és a kínai űrállomáson sincs zuhanyozó, törlőkendők vannak, és így vannak fönt az űrhajósok fél évig. Ugye azt mondtam, hogy utaljunk vissza az elején, most egy zárójeles megjegyzés, tehát az is egy érdekes kérdés, hogy kinek van kedve így szexelni, ha már itt a nyitó hallgatói kérdésről teszünk egy említést, zárójel zár, de az is egy kérdés, hogy például mennyire elfogadható az, hogy kvázi ilyen alacsony szintű higiénia legyen akár egy több éves repülésen. Miért nincs víz? Annak szerintem egyébként alapvetően anyagi oka van. Ma 1 kilogrammot alacsony földkörű pályára felküldeni, az a rakétától, meg az egyességtől függően 7-es kötőjel $15,000, tehát mondjuk $10,000 egy liter víz felküldése, ugye ebben még a palacnak, meg a víznek nincs benne az ára, tehát iszonyat drága játékvizet használni. De lehet recirkuláltatni. Hát lehet recirkuláltatni, azt is csinálják, és igen, mindent recirkuláltatnak, tehát azt is, ami lebeg pára a levegőbe, meg más folyadékveszteség is visszakerül abba, amit aztán az űrhajósok megisznak. Tehát akit ez esetleg most ezt végig gondolja, és zavar, az ne jelentkezzen űrhajósnak. Erről mit gondoltok ti? Tehát például mondjuk erről a higiéniai ágról, meg hogy lesz ott fönt víz. Víz biztos, hogy kell, mert ugye a sugárvédelem kapcsán emlegettük a múltkor, az egyik elképzelés az, hogy az ilyen messzire, vagy hát a Fanalenőven kívül repülő űrhajóknál a sugárvédelmet a víztartályok adnák, tehát az körbe lenne az űrhajó falába, vagy legalábbis azon a részen, ami egy ilyen menedék óvóhelyként funkcionál, ha erősebb sugárterhelés van. Tehát biztos, hogy lesz víz, de mondjuk ennek a higiéniai része csak engem zavar. Tehát csak én nem tudom elképzelni az életem törlőkendővel fél évig, vagy egy évig. Csak te vagy finnyes.
Ez egy jó hír. Ez egyike, nem, tehát én nem emiatt nem akarok a Marsra utazni. De egyébként mások véleményét is várjuk. Ahogy szoktuk, bekapcsoltam a telefont amúgy, tehát a budapesti előhívószám után a 215-37-73-on keresztül várjuk a témához kapcsolódó kérdéseket és hozzászólásokat. Ami nem az űrorvostan téma, az nem feltétlenül a zuhanyzáshoz és a törlőkendőkhez. De, bocsánat, a higiénia az egy fontos része az egészségnek. És itt meg is érkezett az első telefon. Halló, ez a szokolébresztő. Szervusztok a Pistik. Az lenne a kérdésem, hogy van-e olyan pszichológiai teszt így az űrhajósokkal kapcsolatban, hogy ők egyébként vissza akarnak-e jönni. Tehát, hogy nem lenne célszerűbb az a megoldás, hogy olyanokat választani, akiben ez így megérett, hogy igazából elereszt a bolygót és máshova akar menni. Illetve, hogyha ugye ehhez kapcsolódóan a második felvetés, hogy mi lenne, hogyha létrehoznánk azt az egyedet, aki képes tartósan űrutazni, illetve akár egy más bolygóra átköltözni. Értem ez alatt, hogy a születésétől fogva erre lenne trenírozva. Tehát, hogy a kis tér, egyedül lét, nem tudom, sorolhatnám, ugye ezeket. Űrbölcsiből, tehát már eleve úgy lenne, úgymond a kiválasztás. Én az első kérdésre válaszolnék, a másodikat azt inkább meghagynám a Katina. Közben leteszem. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Szóval az egyirányú út, ezt volt ilyen ötlet, talán emlékszünk rá, hogy talán egy holland cég pár évvel ezelőtt dobta be azt az ötletet, hogy keres űrhajósokat, nem is feltétlenül csak mondjuk mérnököt, biológust, orvost, akik vállalják azt, hogy elmennek a Marsig, és a projektben nincs benne az, hogy visszahozzák őket, és ilyen így a Föld nevű bolygóra, most nem akarok hülyeséget mondani, de hogy biztos, hogy nem ezrek, tízezrek, hanem százezrek, talán milliók is jelentkeztek, persze abból utána nem lett semmi, de ez ugye azért fontos szerintem, mert azt mutatja, hogy vannak emberek, akik simán bevállalnának egy ilyet, vagy legalábbis most úgy gondolják, hogy bevállalnának. Az nyilván egy másik kérdés, hogy aztán egy válogatáson megfelelnének-e, hiszen itt azért egy mondjuk egy nagyméretű űrhajónak a legénységét összerakni, ott nyilván bizonyos nem csak a orvosbiológiai, meg pszichés kvalitások kellnek, hanem úgy kell szakmailag is ugye összerakni, mint egy ilyen hajót, Mary Rose, vagy nem az volt, az egy másik hajó volt. Mayflower, köszönöm. Mary Rose az máshol volt, az első ilyet. Tehát a Mayflower-nél is ugye, hogy kikötünk Amerikába, és egy irányú az utca. Tehát én erre ezt tudnám mondani, igen, hogy ez egy opció. Telepesek, igen, teljesen. Csinálja a sivatag közepén. Tehát ez lehet egy opció. Nekem csak az jutott eszembe, hogyha jobban belegondolunk, szerintem az első Marsi utazás során mindenki úgy fog felülni arra az űrhajóra, hogy ez csak egy irányú lesz. Tehát azért nagyon sokszor... Te így gondolod? Én így gondolom. Én nem vagyok ennyire optimista, vagy nem is tudom, hogy optimizmus, inkább realista lehetek, hogy így én számolok azzal, hogy az első Marsi utazás során csak egy odaút lesz. Na de ilyet nem olvastál sehol? Azt látom, hogy általában, ha mondjuk Elon Muskra gondolunk, igen, azért ő is sokszor az egy irányról beszélget. Tehát, hogy örülünk, hogy eljutunk. Biztos, hogy nem beszél hivatalos, egy irányról. Nem. Mert alapvetően azt mondanák, hogy egy irány, és akkor úgymond, ha halálba küldünk embereket, akkor eléggé visszavetné a támogatást, mint anyagilag, mint pedig a... Ugye a Musk az eleve már a telepes mozgalomról beszél. Igen. Tehát ő maga is mondja, hogy ő a Marson akar meghalni. Igen, a terraformálás. Igen, de nem úgy gondolja, hogy egy lezuhanó űrhajóban, hanem hogy ágyban párnák közt egy kiépülő Marsbázison. Úgyhogy, de akkor ez egy érdekes dolog, mert egyébként tényleg az a standard stratégia, a NASA, vagy akármi, igen, hogy mint az Apollo, oda megyünk, körülnézünk, visszajövünk, aztán majd egyszer teleszüljük a naprendszert, igen, a távoli jövőben. És ehhez képest egy radikálisan más megközelítés, hogyha már valami, mondjuk robotokkal kiépítünk valami minimál infrastruktúrát, és akkor oda küldünk egy csomó telepest azzal a céllal, hogy igen, mint a Frontierre, a vagy nyugatra, igen, annak idején a telepeseket, hogy tessék, építsetek magatoknak szalunt, meg minden, aztán lövöldözzetek. És... Jó, és akkor a második kérdés ugye az volt, hogy kvázi ilyen kitenyésztünk ilyen űrhajós fajt, naprendszer repülő űrhajós fajt. Nem tudom, hogy hallottatok-e Alyssa Carsonról, akit alapvetően majd keresetek rá, mert én úgy tudom, hogy ő már kiskora óta alapvetően a NASA-ban NASA tanítja, foglalkoztatja, tehát, hogy igazából őt szánja, én legjobb tudásom szerint a NASA az első
Mars. Fú, Marsra utána. Van egy ötletem, hogy ezt hova kéne megírnod. Ne kacsincs. Úgyhogy én úgy tudom, hogy például az ő esetében, ő már 10 évesen elhatározta, hogy na, ő majd szeretne űrhajós lenni, és a NASA felkarolta, és tényleg van benne potenciál, nagyon sok nyelven beszél, és igazából ő folyamatosan űrhajós kiképzéseken vesz részt. Tehát igazából azt látom, most szerintem ilyen 10-20, ilyen 20 körül lehet, ilyen 18-20 körül. Igen, ő ment egyet a médiában, és akkor én azt hittem annak idején, hogy ez csak ilyen kis aranyos kis NASA PR valami. Én azóta követem, tehát amióta felreppent ez a hír, és tényleg folyamatos kiképzéseken vesz részt, és én úgy is tudom, hogy de javítsatok ki, vagy lehet, hogy ez csak az én kis agymenésem jelenleg, hogy ő tudja, hogy például nem is tudom, családja majd nem lesz, tehát hogy nem is randizgat, tehát ilyen szempontból tényleg nagyon ki van képezve, hogy ő majd menni fog a Marsra. Igen, tehát hogy ő már az. De jó, akkor ha van még pár percünk, van még pár percünk? Jó, de akkor viszont egy apáca rendnél ideálisabb. Jó. Na jó. Van még 8 perc. De sok nő egy helyen... Az igen. Hát az is egy érdekes. Igen? Ez nem csak ilyen sztereotip dolog? Meg a sok férfi egy helyen, azért megmentem a nőket, sok férfi egy helyen se jó. Az se jó, ez a csoportdinamika történet. De akkor tulajdonképpen rákötöttetek arra, amit kérdezni akartam, bár egy más aspektus, ha úgy tetszik a csoportdinamikának, nem a nemi összetétel, hanem a szakmai összetétel. Tehát nekem ez is egy ilyen kedvenc veszőparipám, egy ágyba fekve este elalvás előtt, hogy mondjuk elindulunk mondjuk egy nagyobb űrhajóval a túlsó végére a naprendszernek, tök mindegy hova, és megvan kötve a létszám, mondom, hogy x100 ember mondtam valamit, ráadásul ugye azt hiszem a múltkori műsor volt, akik beszélgettünk a reprodukcióról útközben, hogy ha ugye reprodukció van, vagy akár limitált a létszám, akkor abban benne van az is, hogy hát mindenkinek műszaki és vagy természettudományos szakembernek kell lenni, mert az eszközök üzemeltetése, meg a túlélés szempontjából ugye ez a fontos. Orvosok kellnek, mérnökök, pilóták, a jó ég tudja. És mondjuk én így belegondolok, hogy az én lányom egész életében lovasoktató akart lenni, lett, meg animációs filmeket és szoftvereket akart csinálni, abból lett diplomája. Szerencsére nem akar űrrepülni, matekhoz, fizikához úgy nem nagyon van érzéke, de mondjuk, ha egy ilyen típusú ember születik meg egy ilyen utazó űrhajón, akkor mi van? Tehát úgy közlik vele, hogy hát fiam vagy lányom, választhatsz, hogy orvos leszel, vagy mérnök leszel, vagy atomfizikus, vagy nem tudom, vagy biológus jó esetben, a növénykékkel ott el vagy, mert ugye növelni kell a salátát meg a káposztát, és a közlő, hogy nem én rajzolni szeretnék, meg én az állatoknak ő ilyen suttogot tudod, kutya, macska, lóval itt suttog. Akkor azt mondja, kidobják? Vagy tehát lehet, hogy brutális a kérdés, nyilván túl korai, de fölveti azt, és akkor ez a legextrémebb kérdés, hogy mi lesz neki nem, hogy például betelepítünk valamit, egy bolygót, ott szükség van-e művészekre, költőkre, festőre, és így tovább, és ugye az Utazó című filmben, ne felejtsük el, hogy ugye ott a főszereplő leányzó, a Jennifer Lawrence, ezt az Aurórát vagy Aurort franciásan játsza, ugye ő sem ilyen természetkutató vagy mérnök. Szóval ezt mit gondoltok ti erről? Hát ugye ez a Wozu Dichter in dürftigen Zeiten, ugye? Tehát mi végre a költő inséges időkben, ugye? Tehát ez a... Tulajdonképpen igen. Az inséges idő az a limitált létszám. Igen. Én azt mondanám, hogy szerintem minden szakmára szükség van. Tehát én maximálisan támogatom azt, hogy legyenek ott majd költők, írók, festők, tehát hogyha csak abban gondolunk bele... Hát igazából kell egy otthonos környezet, és például akinek van szép érzéke, azt tudja, hogy otthonosan berendezni mondjuk a Mars bázist. Vagy ha este mondjuk a munka után mindenki összegyűl a tűz körül, ahogy régen az ősemberek, jó, hogyha valaki mesél, valaki szórakoztat, tehát kell a kikapcsolódás, különben szerintem ott pszichés leépülés lenne. Úgyhogy szerintem mindenképp arra a szép érzékre, zenére rettentően szükség van, és nem csak, hogy nem tudom, fülesen keresztül hallgassuk, hanem mondjuk élő zene. Valaki előkapja a kis gitárját, mint Chris Hetfield, és akkor ott kikapcsolja a társaságot, meg otthon érzést ad. Azért az egy fontos dolog, hogy igen, tehát, hogy igazából a Chris Hetfield
egy olyan ember, aki egy tehetséges zenész, úgy egyébként, igen, de mellesleg az ISS parancsnoka is végzi, igen, a dolgokat, tehát nagyon fontos, hogy azt hiszem, itt az a fajta művészet fog megjelenni, amúgy, ahogy az úgynevezett vagy nyugaton, vagy az izraeli telepeseknél, vagy akárhol megjelent, hogy általában mindenki elment, csaporta a mocsarat, meg minden izé, és úgy egyébként verseket írt arról, hát, hogy milyen szép a táj. Esténként néha zenélsz a barátaiddal, igen, színen, igen, tömegek, igen, előtt, mint például én, igen. Ja. Jó, igen, ez egy jó hír, mert akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk senkit nem kell majd csak az érdeklődésének a hiánya miatt kitaszajtani a kozmikus tajgetoszról. Igen, az más, hogyha csak azt hajlandó csinálni. Tehát, hogyha nem hajlandó WC-t pucolni, mert ő a lovakkal akar suttogni, miközben a legközelebbi ló 200 millió kilométerre van, az ugye nehéz helyzet. Tényleg vinnénk kutyát, macskát? Ugye egér valószínűleg. Én nagyon kutyás vagyok. Amúgy pont ez jutott eszembe nekem is, úgyhogy tökéleteskedés. Így nagyon jó lenne, szerintem nagyon sokat tesz az ember léleknek. Én bevallom, hogy nagyon kutyás vagyok, úgyhogy én kutyus nélkül sehová. Szerintem jót tenne. Jó, növényeket termesztünk, és akkor be lesz spájzolva hús, vagy élő állat? Vagy genetikailag termelt hús. Ezt akartam mondani, most van genetikailag termelt. Az igaz. Az jó. Szóval a kutya-macska az mehet. Uh-huh. Jó. Jó, mondjuk ugye sok szört kell összeporcivozni. Akkor macsák nem jönnek. Hát nem, van csupasz macska. Tényleg. Csupasz macska, csupasz kutya. De macsának olyan különleges személyisége van, úgyhogy szerintem ott. De azt is mondják, hogy hasonló a macska dorombolást, fekszik melletted és simogatod, az a lelkedre, meg a pszichédre pont ugyanúgy hat, mint az a már emlegetett tengermorajlás, meg a gördülő kavicsok a tengerparton, vagy a sirályhang. De ezt most azért mondom, egyébként múltkor valami szembe jött, hogy megkérdeztek ilyen népeket, hogy mik azok a hangok, amik a legjobban megnyugtatják őket, és így torony magasan a 10 hangból, abból 5 az vízhez volt köthető, tehát a sirályhang volt, a gördülő kavicsok. Az óceán. Ugye, hogy ez egy vízes majom elmélet, ez igen, nem hülyeség? Igen. Hogy mi egy olyan ágai vagyunk a főemlősöknek, és azért is vagyunk ilyen csupaszok, meg azért szeretünk úszkálni. Hát igen, majd nézzétek meg. Erre majd rá kell keresni. A vízes majom elmélet, ez az emberi eredetnek egy olyan elmélete, hogy mi azért, tehát minden ember tényleg dollár csilliókat tapsolunk el nyaranta arra így emberiség szinten, hogy lemenjünk a legközelebbi tengerpartra, aminek amúgy semmi értelme, és egy tisztességes gorilla ilyet nem csinál. Igen, igen, de a Dunapartról szívesen kérünk, meg ugye minden lakás, ami bármilyen víz mellett van, az mennyit ér. De egész messzire jutottunk így a föld körüli pályáról, aztán visszakanyarodtunk a Dunapartra. Igen, de ez végül is mind kapcsolatos azzal, hogy minket, embereket mit tesz boldoggá, és hogyha a vízzúgás tesz boldoggá, akkor az jelen pillanatban rossz hír, mert olyat jelenleg csak a földön lehet hallani a naprendszerben. Hát azért az utazóban ott volt egy üres medence, amiben a hölgy egyedül úszkált, ugye nekem rögtön a turisztikai prospektusok jutottak eszembe, ahol azt látod, hogy egyedül úszkálsz, és akkor ehhez képest mi a valóság? 8 gyerek visítva ugrik be melletted. Na jó, igen, de tényleg lehet, hogy egy úszómedencét is érdemes az első marsbázisra installálni. Vagy holdbázisra, ahol úgyis van egy több száz milliárd tonna jég, megolvasztod, pancsi. Jó. Na, hát akkor ezek szerint nem annyira szörnyűek a kilátások, mert ezek szerint tudunk reprodukálni az űrben, ki lehet hordani egy terhességet az szörnyűek a kilátások, mert ezek szerint tudunk reprodukálni az űrben, ki lehet hordani egy terhességet az űrben, és talán lelkileg sem annyira rettenetesen elviselhetetlen a dolog. A nagy mumus a sugárzás. Így van. Azt meg majd meglátjuk. Megint nem beszéltünk. Megbeszéltük azt, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz, mert nincsenek adatpontok, és ezért is fontos lesz majd a hold körülkeringő űrállomás, sőt, szerintem csak ezért lesz fontos a hold körülkeringő űrállomás, mert a Föld mágneses téren kívül ilyen közbülső ideig, néhány hónapokig lehet majd nézni, hogy reagálnak a szervezetek. Mert olyan kérdés lesz, hogy aki egyszer ott fönt volt több hónapig, azt még küldik-e majd újabb űrutazásra. Én most arra tippelnék, hogy nem, mert el fogja érni az egyébként is megemelt saját limitjének a tetejét egy útból. Hát, az rossz, mert akkor nem lehet a tapasztalatot felhalmozni. Na mindegy, messzire vezető kérdések, azonban az adásidőnk olyannyira véges, hogy már véget is ért. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm dr. Boros Katalinnak és Szentpéteri Lászlónak a
jelenlétet, és ugyanígy a betelefonálóknak és beíróknak is a kérdéseket és kommentárt és mindenfélét. Ez volt tehát a Szokolébresztő. Két hét múlva újra jelentkezünk, addig is ott van a sokolebresztó.hu, ahonnan mindenféle formátumokra szét lehet ágazni az interneten, és iTunes-on, Spotify-on, akárhol, YouTube-on vissza lehet hallgatni az adásokat, sőt, még a Parallaxis blogon kísérő cikket is lehet hozzáolvasni minden csütörtökön. Ugyanígy egyébként a 158. adást is vissza lehet hallgatni, ahol ami ennek a mai beszélgetésnek volt az előzménye. Attól tartok, hogy lesz még ennek harmadik része is. Ha nem zárkóztok el nagyon, viszont ennek a mai résznek tényleg vége van, úgyhogy még egyszer köszönöm nektek a jelenlétet. Mi is köszönjük szépen. És a hallgatóknak meg szép napot és jó hetet kívánok. Szép napot mindenkinek. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.